Gombóc! Hey, gombóc, palacsinta! Bár még március közepe van, de jó tudni, hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén is várják majd a nyári napközis táborok a nyíregyházi általános iskolásokat. A város önkormányzata továbbra is segítséget nyújt a szülőknek abban, hogy a vakáció idején néhány hétre megoldják a gyerekek felügyeletét és hasznos elfoglaltságot kínáljanak számukra. A táborokban tanárok, pedagógiai szakemberek és edzők foglalkoznak az iskolásokkal. A költségvetésünkben 20,4 millió forint, amely erre el van különítve, és a tavalyi rendhez hasonlóan március végétől lehet majd az iskolákban jelentkezni. 7 helyszínen összesen 8 tornos lesz. Tehát a jól bevált helyszínek azok megmaradnak, a sporttáborok, az úszótábor, a kisvakond, a falumúzeum, tehát a göllesztábor. Tehát minden ugyanúgy lesz remélhetőleg, mint tavaly. És nagyon fontos az, hogy térítésmentes a tábor, az étkezésért kell fizetni azoknak, akik évközben is fizetnek. Akik mentesek, azok a táboron is mentesek lesznek, és természetesen aki igényel szállítást, akkor annak a szállítási költséget kell megfizetni. A nyári táborok 8 héten keresztül minden hétköznap reggel 8 órától délután 16 óráig fogadják a szünidőt töltő gyerekeket. A hét helyszínen 1600 kisiskolás töltheti hasznosan a szabadidejét szakemberek felügyelete mellett. A szervezők arra törekszenek, hogy a gyerekek minél több élményt szerezzenek, ezért változatos programokat is kínálnak. A nyári táborokra a március végétől lehet majd jelentkezni az általános iskolákban a helyi szervezőknél.